megszületett a lényünk. Az enyém jellett. Hát ilyen kicsit oroszlán fejű, gólya, óriás lába, kicsit pocakos. Ezek a felvételek a Babics Kulturális Központ tavaly nyári vadászecset táborában készültek, ahol a gyerekek teret engedhettek kézügyességüknek, kreativitásuknak. A hangulat a képek tanúsága szerint remek volt, a résztvevők nagyon élvezték a foglalkozásokat. Az elmúlt évnél több tábor megszervezésére vállalkozik idén a Babits Mihály Kulturális Központ. A szervezők az elmúlt évek tapasztalata alapján visszahozzák a kínálatba azokat a foglalkozásokat, melyre jelentős számban jelentkeztek családok. Így egészen biztosan lesz idén is vadászeset és szuperhős tábor is. Idén úgy döntöttünk, hogy új táborokat is megrendezünk, új tematikus táborokat. Az egyik a varázsasztal tábor, a másik pedig a természetjáró tábor. Egyébként idén 5 táborral megyünk, és a varázsasztal tábor az június 28-a és július 2-a között rendezzük meg, a természetjáró tábor pedig július 5-e és 9-e között. Tehát ez az a 2 új tábor, amellyel várjuk a fiatalokat, igazából várjuk a gyermekeket. A varázsasztal tábort igazából nem kérdés, hogy a nagyon-nagyon nagy sikerű online műsorunk, a varázsasztal nevezetű műsor hívta életre, ugye ez egy online kreatívkodás, ennek ezen belül is több tematikája volt, volt már adventi varázsasztalunk, volt téli varázsasztalunk, tavaszi varázsasztal, ez nagyon-nagyon nagy sikerrel fut a Facebook oldalunkon, a Babits Mihály Kulturális Központnak a közösségi oldalán, és ezt gondoltuk egy picit tovább, és visszük be ebbe a tábori térbe. A Babits táboraiban a meghirdetett időben reggel 8 és délután fél 5 között zajlanak majd a foglalkozások. Minimum 10 fő jelentkezése kell ahhoz, hogy elinduljon egy tábor, és egy időpontra maximum 20 fő jelentkezését várják a szervezők. Igyekeztünk a táborok tematikáját úgy összeválogatni, hogy a lehető legszélesebb spektrumot lefedjék, a legszélesebb palettát, tehát hogy egyaránt szól a természetimádó gyerkőcökhöz, egyaránt szól azokhoz a gyerekekhez, akik szuperhősi akarnak válni, tehát nagyon szeretik a szuperhősöket, nagyon szeretnek alkotni, kreatívkodni, tehát igyekeztünk mind-mind olyan tematikus táborokat alkotni, amelyek igazán megszólítják a picurkákat, a gyerkőcöket. Ezek az egyhetes együttlétek nagy barátságokat szülnek. Az a tapasztalat, hogy a bezártságot követően a gyerekek szívesen keresik egymás társaságát, így várhatóan hamar betelnek majd a meghirdetett helyek. A nyaraknak, a táborozásnak mindig az egyik legemlékezetesebb pillanata az talán, amikor igaz barátokat sikerül szerezni, új gyerkőcökkel, új pajtásokkal megismerkedni, és ezek a táborok a rendkívül jobb programok mellett talán ezzel is igazán célba tudnak találni. A táborok tematikáját és a jelentkezés feltételeinek részletét az érdeklődők megtalálhatják a Babits Kulturális Központ honlapján. A Vosinszky Mór Megyei Múzeum is sok programot szervez idén nyára. Szeretnék bepótolni a tavasszal elmaradt és egyébként ilyenkor aktuális rendezvényeiket. Ilyen például a Mészői Nap vagy a Múzeumok Éjszakája, de gyerektábort is rendeznek 3 turnusban a nyár folyamán. Visszatérünk a régi és megszokott hagyományainkhoz, hiszen a múzeumnak a 3 fő kiállító helyén, tehát a főépületben, a Vármegyeházán, illetve a Babits ház, meg mellette természetesen az Irodalomházának is részben a önálló múzeumpedagógiai foglalkozó tere, illetve múzeumpedagógusa van, és korábbi években ez gyakorlat volt, hogy ezeken a helyszíneken, nem azonos időpontban, tehát a nyár más-más hetén napközis táborokat szervezünk, tehát ez került ki a közelmúltba a közösségi oldalunkra is, ennek a táboroknak a szervezése is nagyban zajlik, és hál' Istennek azért egyre többen jelentkeznek. Mindegyiknek most önálló nevet adtunk, részben ez már korábban is így volt, de a múzeum főépületének az lesz az összefoglaló neve, hogy miénk a múzeum. A Vármegyeházi tábor az Béla Királyság címet viseli, illetve a Babits a költő életművéhez kapcsolódóan a Múzsák kertje címet kapta, részben azért is, mert a Babits háznak a kertjébe fognak zajlani jó idő esetében a foglalkozások. Alapvetően általános iskoláskorú gyermekeket várunk, 7 éves kortól körülbelül, hogy azért valamennyire írni és olvasni azért tudjanak is, illetve értsék, amiről szó van mind a 3 tábor esetében. Először a Múzsák kertje tábort rendezik meg a Babits Mihály Emlékházban június 21 és 25 között.
majd augusztus 2 és 6-a között várják a gyerekeket a Vármegyeházán a Béla Királyság táborban, augusztus 9 és 13 között pedig a Miénk a Múzeum tábor várja a 7 és 12 éves gyerekeket. És hogy milyen foglalkozásokkal várják az érdeklődőket? Nagyon sokrétűek, én mindenkit biztatok, hogy nézzék meg a plakátjainkat, amelyeken részletesen szerepel, illetve ha valaki kíváncsi ezen kívül is több részletre, akkor maguk a múzeumpedagógusokat meg lehet keresni, de mindegyiknél visszatérő elem, hát részben az, hogy napközis tábor, illetve hát az azt is jelenti, hogy ebédeltetjük őket, tehát a tábor díjában az ebéddíja benne van, de lesz egy-egy kirándulás, itt főként Bonyhádra fognak kirándulni a gyerekek. A múzeumi főtábor, főépületbeli tábor esetében Tolna megyei népcsoportok, illetve nemzetiségeknek az életébe próbálnak betekintést nyerni a vezetőkön keresztül a gyerekek. A babicsházi táborról volt szó, hiszen ott alapvetően adott, hogy aki szeret szerepelni, verset mondani, van egy kis affinitása az irodalomhoz, akkor főként olyan érdeklődésű gyerekeket várunk, illetve a Béla Királyság táborba, ez is most már évek óta visszatérő kézműves foglalkozások, bár az minden esetben szerepel. Ott lesz egy pici ásatás, imitáció, előadások, varrás, agyagozás, sok minden egyéb. Úgyhogy én nagy szeretettel várjuk, már csak azért is, mert múzeum, bár ez nem kötelező feladata a nyári tábor szervezés, de tisztában vagyunk, hogy a vírushelyzet azért nagyon sok családot abból a szempontból is nehéz helyzetbe hozta, hogy nem feltétlenül van a szülőknek, és főként a kiskorú, általános iskoláskorú gyermekekre felügyelete, hogy ez is egy olyan lehetőség, amelyet értelmesen is talán hasznosan tudnak tölteni a nyáron. A múzeum igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a létszámok korlátozottak, így minél előbb jelentkezzen, aki nem szeretne lemaradni.